Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Valójában rengeteg témám van, és nehéz kiválasztani, hogy melyikkel kezdjem, hiszen mostanában sok mindenről nem beszéltünk, de az utóbbi időben ez a nagyon erős konstelláció, ami még a mai nappal mindenképpen érvényben van, ez arra hívta fel a figyelmemet, hogy arról kell beszéljek, hogy hogyan töltjük fel magunkat energiával. Tehát arra tessenek gondolni, hogy minden nap mondjuk alszunk egyet, és egy bizonyos fajta egységnyi energiával rendelkezünk arra a napra, hogy elintézzük a dolgokat. Miután össznépi szinten a nyilas jeléhez tartozunk, nyugodtan mondhatjuk, hogy rengeteg segítőkész ember él Magyarországon. Tehát a magyar ember alapvetően segítőkész, ez fakad a nyilasságunkból. Igen ám, csak hogy az a kérdés, hogy azt az energiát, amivel szolgálunk, amivel átadjuk magunkat, mondjuk megajándékozunk másokat a figyelmünkkel, megajándékozunk másokat a képességeinkkel, tehát nagyon sok mindennel meg tudjuk ajándékozni, és nem csak a közvetlen hozzátartozókat, barátokat, akár vadidegen embereket is. Hol és mikor ajándékozzuk meg saját magunkat? És itt azért kell megállnunk, mert van egy tévképzet az egoizmus, az önzés összefüggésével kapcsolatosan. Tehát, hogyha magunkat kényeztetjük, vagy magunkat jól tartjuk, akkor esetleg ettől lehet rossz érzésünk, azon oknál fogva, hogy túlságosan magunkra figyelünk túlságos, tehát mit tudom én, hát itt akkor már jöhetnek a különböző elnevezések, narcisztikus vagyok, stb. Kérem, a világban minden igyekszik egyensúlyba kerülni. Ha az egyik irányba kileng az inga, akkor a másik irányba is ki fog lengeni. Ha én adok, 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 akkor annak az a következménye, hogy kapnom is kell. Na most, itt egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy kapnom, de kitől? Elsősorban önmagamnak kell tudnom önmagamat úgy szeretnem, elfogadnom, menedzselnem, hogy adjak magamnak is. Tehát, hogy magamról ne felejtkezzek el, hogy önmagam is, úgymond, ugye most lehet azt mondani, hát nem felejtkezem el magamról, hát iszom vizet, meg eszem ebédet, meg mit tudom én, elmegyek moziba szórakozni. Az nagyon-nagyon fontos lenne, hogy kinőjünk az úgynevezett automatizmusokból. Az, hogy eszünk, hát ebédkor eszünk, reggelinél reggelizünk, ha van nálunk víz, akkor iszunk, ha elfelejtkezünk magunkról, akkor már is itt az első rossz pont idézőjelben, hiszen magamat nem tartottam annyira fontosnak, hogy figyeljek arra, hogy vajon eleget fogok-e ma inni. Na most, mi a különbség az önmagam energiával való feltöltése
és az úgynevezett, lassan már függőségbe menő önmagam kényeztetése között. Tehát ugye például a hölgyek játsszák azt, hogyha anyagilag megtehetik, hogy mit tudom én, egy nagyon rossz hangulatban vannak, és akkor elmennek és felvásárolnak, mit tudom én, hány cuccot a ruhaboltokból, vagy különböző illatszereket, és így tovább. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy megkérdezzük-e egyáltalán önmagunkat azzal kapcsolatban, hogy mire van szükségünk. Mert sokszor, amikor már van a szekrényben 50 ruha, akkor már az 51-re úgyisten igazából nincs szükségünk. Tehát az a kérdés, hogy megkérdezünk-e magunktól ilyet, hogy ma mi esne nekem jól? Mivel érezném, hogy fontos vagyok magamnak, hogy értékelem magamat, hogy szeretem magam? Mi az, amivel ma fel tudom magam tölteni? És itt az igazság az, hogy tehát régen például, ugye én abban az időben, amikor még gyerek voltam, többször láttam, hogy például anyám is, nagyanyám is, ezért tanultam meg én is nagyon hamar, pasziánszoztak. Tehát az volt nekik egy feltöltődés, hogy mit tudom én, kiraktak egy pasziánszt. Vagy kiraktak kettőt. Tehát anyám egy végtelenül tühtig nő volt, mosogatott, takarított, portörölgetett, de azért úgy időnként, mondjuk délután 5-kor, amikor már hogy nagyjából minden rendben volt, akkor leült és pasziánszozott egyet. Manapság nagyon sokféle módon lehet magunkat feltölteni. Hát eleve ugye ott kezdjük, hogy mondok egy képet. Természetesen tudom, hogy nagyon sok helyről nézik ezeket a műsorokat, ezért én most, mint budapesti lakós, azt mondom, hogy fölmenni a Halászbástyára, és lenézni a panorámára. Hát ez feltölti az embert. Felmenni a Normafához, a Széchenyi-hegyre, és lenézni a panorámára. Tehát például a szépség, ez ugyanígy lehet, hogy elmegyek a Szépművészeti Múzeumba, és mondjuk festményekben gyönyörködöm. Vagy csodálatos épületeink vannak, épületekben gyönyörködöm. De ez lehet úgy is, hogy veszek egy könyvet mondjuk a magyarországi, mit tudom én, várakról, vagy kastélyokról, és akkor mondjuk teszem azt kastély belsőkben, gyönyörködöm, tetszik, teszem azt mondjuk az Eszterházi kastély interiőrje. Vagy egy másik energiafeltöltési lehetőség, hogy összejövök a barátaimmal, vagy a hölgyek mondjuk a barátnőkkel, és beszélgetünk, nevetgélünk, jól érezzük magunkat, és feltöltődünk. Tehát sokféle módja van a feltöltődésnek. Nyilván az én úgynevezett programajánlataim azok csak példák, tehát mindenkinek magának kell megtalálni. Ugye itt megint vigyázni kell, tehát mondjuk én feltöltődöm attól, hogyha ez nem én vagyok, én abszolút antialkoholista vagyok, de tudom, hogy vannak emberek, akik bekapnak egy felest, és akkor attól jobban vannak. Nem ilyen feltöltődésre gondolok. A pszichikus energia feltöltésére gondolok, a feles nem tölt fel. A feles az egy menekülés, a feles az arra jó, hogy ne gondoljak semmire. A feles kiüt. Ugyanígy kiüthetnek számítógépes játékok, ugyanígy kiüthetnek, mit tudom én, ilyen szerencsejátékok. Ezek nem igazi feltöltődések. Tehát egymás társaságában fel tudunk töltődni,
egy önfelett foglalatosságban, ez nagyon gyakran lehet egy jó kis futás, egy sporttevékenység, egy úszás, bármi ehhez hasonló, és ez közben még egészséges is. És ugyanakkor, még egyszer mondom, a szépben való gyönyörködés lehet az is, hogy adok magamnak egy fél órát, és bekapcsolok egy profi hangsugárzót, és bekapcsolok rajta valami olyan zenét, amit ha meghallok, akkor ettől fel lesz dobva a napom. Nyilván, aki szereti az operát, vagy akinek, mit tudom én. Nekem például szoktam nézni a YouTube-on fiatal tehetségeket, énekeseket, hát elképesztő, és hatalmas energetizáló hallani. Én nagyon szeretem a zenét, tehát engem például a zene, nem is tudom, mit csinálnék a zene nélkül, tehát a zene az teljesen feltölt, és nagyjából mindenevő vagyok, ami azt jelenti, hogy különböző opera áriáktól kezdve a csodálatosabbnál csodálatosabb magyar népdalokig minden, de egy Omega szám is kiváló lehet, egy Beatles zene is kiváló lehet, teljesen mindegy. Mindenkinek meg kell találni azt, ami neki jó. Ami neki... Ez szinte olyan, hogy az ember egy kicsit úgy elemelkedik a földtől, egy kicsit úgy lebeg. Hát most ugye ez mindig veszélyes, ha használjuk a boldogság szót. Én mégis azt gondolom, hogy igen, lehetünk pillanatokra boldogok egy csodálatos zenétől. Lehetünk pillanatokra boldogok egy csodálatos látványtól. És ez lehet akár az is, hogy bekapcsoljuk a televíziót, mert éppen most nem tehetjük meg, mondjuk, teszem azt, hogy lenézünk egy tengerpartra, és ott látunk egy csodálatosan szép fotózás következtében egy mondjuk gyönyörű kaliforniai vagy egyéb tengerpartot, vagy ugyanezt meg lehet nézni, tehát egy fantasztikus a kilátás mondjuk egy tihanyi félszigetről, mondjuk a tihanyi apátságtól, hát azért elnézést kérek, de vagy a Badacsonyból, vagy Fonyódról, vagy a Boglári hegyről, hát azért elnézést, ezek csodálatos látványok, és csodálatos, hát itt Magyarországon annyi szép hely van, de természetesen a világon is, tehát a földünk gyönyörű, a földünk egyszerűen csodálatos, de az is csodálatos, amikor, sose felejtem el, amikor úgy először a Kassai Lajosnál megláttam a bivaját, ahogy ott úgy fürdik a tóban, majd ezek után kikászálódik a vízből. Hát az egy ilyen frenetikus élmény volt, mert megláttam a bivajban azt az őserőt, tényleg egy őserő. Hát a bivaj, hát ez valami egészen döbbenetes állat. Ezeket a pillanatokat, tehát, hogy adunk-e elég figyelmet ezeknek a pillanatoknak? Hogy hagyjuk-e, hogy belénk költözzön az az élmény? Hogy most is, ahogy így beszélek erről, futkározik rajtam a hideg, annyira jó, annyira csodálatos. De ez csak akkor tud működni, ha nem állandóan ilyen keszekusza módon teletöltik az agyunkat. Tehát amikor adunk magunknak egy csöndes fél órát, az is egy feltöltődés, hogy most tessék szíves engem békén hagyni, kikapcsolom a telefonomat, nem nyomogatom, hanem nem tudom ki, hogy van vele, imádom a fákat. Életem egyik legnagyobb élménye a Balaton henyei, bükkfa, ami 400 éves, tessenek ebbe belegondolni, 400 éves bükkfa, olyan ágakkal, olyan törzsel, hogy az valami, hát ott egyszerűen csak úgy leülni, megölelni azt a fát, átölelni. Hát ez egy fa matuzsálem.
egy egyszerű csoda. Ez a fa látta még a törököket. Belegondolunk, ez valami hihetetlen. És ezeket én csak ötletelek. Egy fenyőerdő zúgása, hogy a szél átfúj rajta. Hát az egy hangi élmény. Ha erre nyitottak vagyunk, akkor feltöltődünk. Természetesen a film címet azért adtam, mert mindenkinek gondolni kell arra, hogy nem csak az autót kell feltölteni, úgymond megtankolni, hanem önmagunkat is. Tehát nincs annál rosszabb dolog, mint amikor valaki útközben veszi észre, hogy már alig van a tankban benzin, mert nem figyelt oda. A saját tankunkban, ha önmagunkat idézőjelben gépkocsinak tekintjük, a saját tankunkban van még elég energia? Na, ez a nagy kérdés. És ezért kell meghatározni, hogy mikor tankolunk, és hogy hol és mit tankolunk. Remélem, hogy érthető volt. Köszönöm a figyelmet. Isten áldja Önöket. Viszontlátásra.